sokkal több a kérdés, mint a tapasztalatokon alapuló megnyugtató válasz az új ügyeleti rendszer kapcsán. Hatalmas változás történik az ügyeleti rendszer kapcsán, és meggyőződésem, hogy egyelőre nagyon kevesen értik, hogy hogyan fog az egész működni. Kicsit olyan, mint egy terv, ami papíron működőképes, sőt, jól működőképes, de a tesztüzemnél derül neki, hogy az életben nem minden úgy működik, mint a papíron. A tesztüzem teszt alanyai pedig mi vagyunk. Ez lesz az egyetlen egy orvosi ügyelet 100 000 emberre, beleértve a gyerekeket és a felnőtteket is. Ó, most azt mondja, hogy kicsit begörcsölt a vak velem, most hány óra is van, akkor fél hat, négy van, akkor most még a... Tehát hogy? Egy átszervezésnél mindig merülnek fel nehézségek és problémák, de alapvetőleg az ötlet és az elképzelés az egy jó dolog. Tehát szakmailag, egészségpolitikailag én ezt nagyon jónak tartom, hogy egységes orvosügyeleti rendszer lesz, amit a mentőszolgálat menedzsel. Baj, az természetesen ott van, hogy van-e elég és lesz-e elég személyzet. A házi orvosi telephelyek láthatók itt, a felsorolás. Uh-huh. Ezek a hétköznap 16 órától 22 óráig, hétvégén reggel 8-tól 14-ig időszakokban állnak a betegek rendelkezésére. Itt pedig látszanak azok a telephelyek, ahol éjszaka is be lehet menni, hogyha valaki be akar. A tavalyi év egyik legnagyobb változását a házi orvosi ügyeleti rendszer átalakítása jelentette az egészségügyben. Az ügyelet megszervezése addig az önkormányzatok feladata volt, de 2023-tól Pest vármegye kivételével mindenhol az országos mentőszolgálat hatáskörébe került a feladat, és most péntektől Pest vármegyében is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mostantól hétköznapokon reggel 8 és délután 4 között rendelnek a házi orvosok. Hétköznapokon délután 4-től este 10-ig, hétvégente reggel 8 és délután 2 között házi orvosi ügyelet van. Hétköznap este 10 és reggel 8 között, hétvégén délután 2 után a mentőszolgálat sürgősségi ügyeleti rendszere működik. Az egész országban egységesen mindenhol a 1830-as telefonszámot kell felhívnia azoknak, akiknek rendelési időn kívül van szükségük orvosi ellátásra. Tehát akiknek sürgős, akut problémájuk van, nekik továbbra is a 112-t kell tárcsázni, viszont ha valakinek olyan egészségügyi problémája van, ami nem igényel azonnali beavatkozást, annak a 1830-at kell hívnia, ahol egy szakember vagy telefonos segítséget nyújt, vagy eligazítja, hogy hová kell mennie a panaszai, vagy ha nem tud bemenni az ügyeletre, akkor kocsit küld. Térképen is mutatom az ügyeleti helyeket. 51 ügyeleti pontból 11 maradt, ahol egész éjjel van ellátás. Pest vármegyében, Aszódon, Budakeszin, Cegléden, Dabason, Dunakeszin, Érden, Gödöllőn, Gyálon, Monoron, Nagykátán, Nagykörösön, Pilisvörösváron, Ráckevén, Szentendrén, Szigetszentmiklóson, Szobon, Vácon és Vecsésen lett kialakítva házi orvosi ügyelet. Kizárólag gyermekorvosi ügyelet Vácon, Érden és Cegléden van csak. Mindenki attól fél, hogy ezáltal a budapesti gyerekkórházak sürgősségi osztályai, ahova mindenki bemehetett eddig, valószínűleg ezután is élni fognak ezzel a lehetőséggel, tehát egy olyan teher fog hárulni a sürgősségi osztályokra, az ott dolgozó triázsnővérekre, akiknek át kell vállalni azt a szerepet, hogy tulajdonképpen az ajtóba közöljék, hogy nem ide tartoznak, nem ide valók, szelektálni a betegeket. Ez megint mind újabb és újabb, szinte folyamatos konfliktus helyzetet generál. Rékasi Balázs egy második kerületi háziorvosi rendelőben helyettesíti egyik kolléganőjét. A háziorvosnak nem az a feladata, hogy sürgősségi eseteket lásson el. Tehát ha valakinek fáj a körme vagy náthás, akkor az vagy kibírja másnap reggelig, amikor vagy másnapig, amíg látja a háziorvosát rendelési időbe, ha meg nem bírja ki, mert annyira súlyos és akut eset, akkor ott van a sürgősségi osztály, és menjen oda be, vagy ha nem tud bemenni, mert akadályozott vagy olyan súlyos az állapot, ott van a mentőszolgálat.
Póta György lassan 30 éve dolgozik házi gyermekorvosként, azt mondja, hogy az alapelv nem lenne rossz, csak a kivitelezéssel van probléma. Mert hogy a lakosságot nem készítik fel kellőképpen arra, hogy nekik mi lesz a szerepük az új helyzetben, így szerinte az új rendszer tömegével fog konfliktus helyzeteket generálni. Jelenleg például abban a kerületben, ahol én dolgozom, a házi gyerekorvosok átlag életkora több mint 71 év, gyakorlatilag 72 év. Azok a kolléganők, akik 75-80 évesek, ugye már komolyabb változásokat, komolyabb nehezítéseket egyszerűen nem tudnak már elviselni, akkor inkább abba hagyják, amivel az amúgy is már kóros és legtöbbször az ellátást veszélyeztető emberhiányt most ugrásszerűen még növelni lehet. Mindegyiken van megkülönböztető jelzés is. Györfi Pál az új ügyeleti kocsikat mutatja nekem. Amikor rákérdeztem arra, hogy vajon lesz-e az új rendszerre elég ember, azt állította, lesz, sőt, tehermentesíteni lehet majd a mentőket és a sürgősségi osztályokat, mert eddig az is a sürgősségi osztályra ment be, akinek elég lett volna egy tapasztalt háziorvos is. Fontos üzenet, és ezt külön kérték a háziorvosok, hogy tolmácsoljam mindig, hogy akinek előre tervezhető egészségügyi problémája van, egészségügyi ellátást venne igénybe, akkor a saját háziorvosát keresse fel a háziorvos rendelési idejében. Az ügyelet, amiről most beszélünk, és ami Pest vármegyében holnaptól indul, a hirtelen kezdődő, másnapig nem halasztható, ügyeleti időben történő egészségügyi problémákra nyújt megoldást. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Törökéka. Errefele van a rendelő? Igen, arra megyünk. És akkor itt vannak az önkormányzatok, akik értetlenül állnak azelőtt, hogy a saját finanszírozásból jó minőségben régóta jól tudták működtetni az ügyeleti rendszerüket helyben, akkor ezt miért nem csinálhatják tovább? Eddig volt ügyelet Szentendrén, Tahitótfaluban és Pomázon is, most Pomáz és Tahitótfalu lekerült a listáról, maradt Szentendre. Ha pedig a gyereket olyan ügyeletre akarja vinni a szülő, ahol biztos abban, hogy gyerekorvos fogja látni, nem pedig felnőtt háziorvos, akkor innen Szentendréről Vácra kell mennie. Most délelőtt 11 óra 40 perc van, próbaképpen beírtam Vácot, hogyha bármi történne, és el kellene vinnem a kislányomat innen Szentendréről Vácra a gyermekorvosi ügyeletre, akkor mennyi idő alatt érek oda? Jelenleg nincs forgalom, de így is 42 percet ír az érkezésre. Na most képzeljenek el egy olyan helyzetet, amikor éppen krúpos a gyerekük, és éppen befulladt, és azonnali segítségre van szükségük. Eddig 5 perc alatt elérték az orvosi ügyeletet, de mostantól minimum 40, de inkább 50 percet kell utazniuk ahhoz, hogy valaki segíteni tudjon a gyerekükön. Igen, ám csak, hogy ezekre a helyzetekre mondja azt például Györfi Pál, hogyha azonnali sürgős ellátásra van szükség, akkor nem a 1830-at kell hívni, és nem is a házi orvosi ügyeletre kell menni, hanem a 112-t kell tárcsázni, és a sürgősségi osztályra bemenni. Azt viszont minden kisgyerekes szülő pontosan tudja, én is, hogy sok esetben nehéz felmérni azt, hogy súlyos vagy nem annyira súlyos a baj. Itt számomra mindig megnyugtató az, ha a gyerekem saját házi orvosa, vagy ügyeleti időben egy másik, de szintén gyermekházi orvos látja a kislányomat. Ehhez most délután 4 óra után Pomázról 40 kilométert kell autózni, vagy másfél órát tömegközlekedni. Január 18-án egy fórumot tartottunk itt a Városházán, ahol a Szentendrei járás házi orvosai, az OMS képviselője és a Tiszti Orvosi Szolgálat képviselője is itt volt, és itt a házi orvosok elmondták, hogy ők aggályosnak tartják azt, hogy ők felnőtt házi orvosok, és teljesen gyerekeket más, kell ellátni, igen, akár egy csecsemőt is teljesen másképp kell ellátni, és ők ezt a felelősséget nem igazán tudják magukra venni. Szentendre polgármestere Fülöp Zsolt írt egy levelet Gulyás Gergelynek, amelyre Takács Péter egészségügyi államtitkár válaszolt. A polgármester aggályosnak tartja azt, hogy mindössze 3 gyermekorvosi ügyelet működik február 1-től Pest vármegyében. Rékasi Balázs felnőtt háziorvosként praktizál, de ha majd Budapesten is bevezetik az új ügyeleti rendszert, akkor havonta 2-szer neki is kell majd ügyelnie olyan helyeken, ahol vegyesen gyerekeket és felnőtteket is el kell tudnia látni.
teljesen jogos azoknak a kollégáknak a félelme, akik idáig csak felnőttekkel foglalkoztak, hogyha ezentúl nekik gyerekekkel is kell foglalkozni, akkor az részükre egy komoly továbbképzést és tudásfrissítést igényel, hiszen a gyerekeknél nagyon fontosak a adagoknak a kiszámítása, más jellegű tüneteik vannak, más jellegű problémáik vannak, míg egy idősnél, felnőttnél sokkal inkább egy kardiovaszkuláris eredetű lehet, a gyerekeknél sokkal inkább a légzésükkel lehet sokkal hamarabb probléma, és tehát ebben foglalkozni kell, ezt nem hiszem, hogy ez szakmailag ez megengedhető, hogy ezeket a dolgokat összemossuk. Az egészségügyi államtitkár azonban azt válaszolta, hogy Pest vármegye 18 pontján lesz háziorvosi ügyelet, sürgősségi ügyelet a vármegye 11 pontján lesz elérhető gyermekek és felnőtteknek egyaránt. A telephelyek főszabály szerint úgynevezett vegyes ügyeletek, tehát a képzett szakemberek gyermekeket és felnőtteket egyaránt megvizsgálnak és ellátnak minden ügyeleten. Tisztelettel köszöntök mindenkit, boldog új évet kívánok! Budaörsön több mint 10 éve működött a kormánypárti vezetésű Török Bálinttal együttműködésben 0-24-es gyermek és felnőtt ügyeleti rendszer. Budaörs polgármestere felajánlotta, hogy továbbra is szívesen működtetik saját finanszírozásból, de nemleges választ kapott. Én azt elismerem, hogy biztos van az országban olyan térség, ahol jelenthet a semmihez képest, mert nincs sem családorvos, sem. Tehát ez az ügyeleti megoldás, ez a szisztéma, ez jelenthet előrelépést. De azt nem értem, hogy az egészségügyi kormányzatnál nincs senki, aki végig gondolja azt, hogy ahol magas színvonalon látják el, ott teljesen fölösleges ezt lerontani. Tehát ahol helyben hozzá tudnak férni 24 órán keresztül ehhez az ellátáshoz, azoknak azt mondják, hogy 15-20 kilométerre kell autózniuk. Az egészségügy mindenhol és minden szinten Magyarországon ki van véreztetve, alulfinanszírozott és rengeteg megkeseredett és elfáradt és fáradt ember dolgozik az egészségügyben. Nagyon sokan gondolkodnak már most azon, hogy ha ezek a dolgok bekövetkeznek, akkor inkább abba hagyják, mert már fáradtak, ez már nekik sok, ezt ők már nem akarják. Egyetlen egy esetben sem okozott gondot az, hogy úgynevezett vegyes ügyeletre mentek be a gyermekkel. Ahol a gyermeknek súlyosabb panaszai voltak, azonnal mentőautót riasztottunk és került a megfelelő ellátás helyén. Összességében azt lehet mondani, hogy az elképzelés jó, és ha lesz hozzá kellő mennyiségű szakember, akkor működőképes is lehet. Például az mindenképpen előny, hogy az országos mentőszolgálat együttműködik a helyi kórházak sürgősségi osztályaival, így a házi orvosi ügyelet sok esetben le tudja venni majd a terhet a sürgősségi osztályokról is, hiszen fizikailag együtt vannak, mégis külön. A heti naplóban Török Réka riportját látták.